Szabó Tíme a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Gyakorlatilag ezzel a gondolatkörrel fejeztük be a beszélgetést Tóbiás Józseffel, tehát a társadalmi folyamatokra, társadalmi helyzetekre, és ebbe beletartozik a szegénység is, legyen rálátásunk. A KSH adata az egy jó kiinduló pont, hiszen a számok, bár a számok mögé ugye mindig az embereket kell képzelnünk, tehát nyilván egy kutatóintézet sokkal átfogóbb képet tud adni, mintha csak számokat kapunk idézőjelben, de abból tudunk kiindulni. Hát most nem tudunk kiindulni novemberig, az biztos, mert hogy a KSH nem közölte ezeket az adatokat. Igen. Én mindig úgy jövök be, meg úgy kelek fel minden nap, hogy engem már nem lehet meglepni dolgokkal, de ennél már én is azt hittem, hogy lefejelem az asztalt, amikor ezt az indoklást elolvastam, hogy költséghatékonysági okokra hivatkozva, akkor nem most, hanem majd csak egy hónap múlva közlik ezeket az adatokat, amikor pontosan tudjuk, hogy megvannak már, hiszen az Eurostat már kiadta, hogy 3,3 millió ember él a szegénységben Magyarországon. Ráadásul az az indoklás, hogy akkor nem most, hanem novemberben fogják kiadni, megint felveti azt a kérdést, hogy akkor most van pénz, vagy nincs pénz a kiadásra, mert hogyha ez tényleg azon múlik, hogy cashflow problémája van a KSH-nak, akkor én hétfőn bemegyek, kölcsönadom azt a pénzt a KSH-nak arra az egy hónapra, hogy adják ki azt a 4 oldalas PDF-et, amiből ez áll, és akár a közleményt így ingyen megírom neki, de igenis a magyar társadalomnak joga van tudni azt, hogy milyen, hogy állnak a szegénységgel az emberek. Egyébként nyilvánvalóan pontosan tudjuk azt, hogy azért nem adják ki most, csak novemberben, mert nem akarják az önkormányzati választások előtt kiadni ezeket a borzalmas adatokat. Ugye a szegénységi adatok folyamatosan romlanak minden évben. Nem tudunk már olyan nemzetközi és hazai adatot, intézetet felmutatni, amíg nem katasztrofális eredményeket mutatnak. Ez a költségvetési dolog, ez engem is foglalkoztatott, amikor reggel elolvastam a hírt, hogy nem tudom értelmezni, hogy mi kerül igazán pénzbe. Amit ön mondott, hogy egy 4 oldalas papírt vagy egy közleményt megírni, az biztos nem. És nem arról van szó, hogy most kéne el, mert a kutatás maga az egy költséges dolog. De nem arról szólt a hír, hogy hát még nincs kész, és nem tudjuk befejezni a kutatást. Meg, hogy nem készül el. Mert nem készült el, és hogy még tovább kell kutatni, és az nagyon sok pénzbe kerül, és akkor azért nem tudjuk még közölni, mert még nincs annyi pénz, hogy befejezzük. Nem erről szólt a dolog. A híradónknak nyilatkozott a KSH főosztályvezetője, Janák Katalin, azt mondta, hogy 3 kis elemzést összevontunk, egy nagyobb átfogó elemzést fogunk majd közölni a fogyasztásról, a jövedelmekről, a szegénységről és a kirekesztésről. Tettségről, és elhalasztották a szegénység és társadalmi kirekesztettség kiadványnak a megjelenését, illetve átalakították a publikációjukat. Tehát inkább ez már arról szólt, hogy összevárnak különböző kutatásokat. Hát tegyék ezt meg, de addig akkor kérjük szépen a részadatokat, mint hogy minden évben eddig is megkaptuk, mert azt hiszem, hogy ez egy olyan nyilvánosságra tartozó adat, amit valóban az embereknek tudnia kell, ráadásul egy választás előtt van joga mindenkinek tudni ezt. Az, hogy tudjuk, hogy 3,5 millióan közel szegénységben élnek, az, hogy tudjuk, hogy az ország 1/3 havi 65 ezer forintból él, az annyi, amit a fideszes politikusok eltapsolnak egy londoni vacsorán, vagy egy ivászaton állami pénzből. Szóval valami elképesztő, el se tudjuk képzelni, hogy mi az, hogy az ország 1/3 havi 65 ezer forintból él. Szóval valami egészen borzasztó, ugye jönnek ki a Világbank adatok, az Eurostat adatok, ugye azt már megbeszéltük itt is nyáron, hogy azt hiszem, hogy Kongóval, vagy melyik Tobago és Trinidaddal voltunk egy GDP arányos jövedelmi szinten, szóval egészen katasztrofális, és akkor, hogyha most tényleg átalakítják, az nagyon érdekes lehet biztosan, de akkor kérjük szépen a deprivációs rátát, amire egyébként hivatkoznak, ez a nagyon összetett kutatás, ez ugye a léken indikátorok köré csoportosult, vagy azok a kutatások, és én direkt kinyitottam, én azért tudom, hogy ez 4 oldal, mert megnéztem ezt a 2012-es és 2011-es KSH adatot, és szó szerint 4 oldal volt, és valóban ebből tevődik össze, hogy korcsoportonként, nemek arányában, a dolgozó szegénységet vizsgálva, tehát különböző szempontok szerint megvizsgálják a jövedelmet. Hát most benne lesz a fogyasztás, meg a... Az eddig jövedelmek. Is. De hát az eddig is benne volt, eddig nem? Is benne volt, mert hogyha deprivációs adatokat, vagy indexet nézzük, az pont az, hogy kinek jut esetleg tévére, mosógépre, autóra,
ki az, aki nem tudja fizetni a hitelét, ki az, aki nem tud elmenni nyaralni, és a többi. Hát tudjuk azt, hogy közel 3 millió embert egyébként nem ért el a rezsicsökkentés például Magyarországon, tehát elképesztő az energiaszegénység, elképesztő a lakhatási szegénység. Ugye a Habitat for Humanity nemrég adta ki ezt a jelentését, hogy 1,2-ről 1,5 millióra nőtt azok száma, akik borzalmas körülmények között élnek. Politikai szempontból. Tudom, hogy ezek az adatok nem festenek jól egy választás előtt egy kormánypárt szempontjából, hiszen nem az a kormányzás célja, hogy egy adott országban egyre több szegény ember legyen, az adott ország szegényedjen el. Na de ezeket az adatokat már nyáron is ismertük, folyamatosan ismerjük, ráadásul akik szegény sorban élnek, őket most nem fogja meggyőzni a KSH, sem most, sem novemberben, nem is érdekli őket, hogy kiadták-e róluk az adatokat, avagy sem, tehát őket nem kell semmiről meggyőzni, az ő szabad döntésük az, hogy ezt az utat választják, vagy helyi szinten, vagy mást, vagy változást akarnak. Szóval mit lehet ezzel politikailag elérni? Szerintem ez azoknak számít, azoknak a baloldali gondolkodású embereknek, mint például az Együtt PM szavazói, akik egy szolidáris társadalmat akarnak, hiszen nem csak azokhoz szólunk, akik egyébként szegénységben élnek, hanem azokhoz is, akik ezekkel az emberekkel együtt éreznek, akik azt gondolják, hogy igenis az államnak szerepe van, nagyon komoly szerepe a szegénység felszámolásában. Egyébként többek között Bokros Lajos ebben gondolkozik másképp, hogy szerinte a szociális támogatásokat csökkenteni kell, és a jó módú állampolgárok jó indulatára kell hagyatkozni akkor, amikor a szegénységet fel kell számolni. Ez nagyon szép gondolat, csak hát ez nem elég. Nem lehet célzottan, hogy az univerzális gyesgyed ellátást felszámolni és célzottan adni, mert olyan embertömegről beszélünk, amilyen az átállás is többe kerülne. Tehát szolidáris társadalmat akarunk, egy igazi baloldali politikát akarunk, ezért is javasoljuk, és hát kérünk mindenkit, hogy az Együtt PM jelöltjeire szavazzanak október 12-én, ahol pedig van összefogás, ott nyilván az összefogás jelöltjeire. Na majd megtudjuk, hogy novemberben az adatokat, hogy pontosan hogy is állunk ezen a téren. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.